Szép estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfo nézőit. Mai adásunkban a jogszabályváltozásokról, törvénymódosításokról fogunk beszélni, amelyek több területen is egyszerűbbé teszik majd a mezőgazdaságból élők dolgát. Január 1-ben jelentek meg ezek a jogszabályok és törvénymódosítások. Vendégem Zászlós Tibor, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara állattenyésztésért és mezőgazdaságért felelős alelnöke. Tisztelettel köszöntöm. Szép jó estét minden kedves nézőnek. Mielőtt azonban erről esne szó, azt hiszem, hogy egy másik jogszabályról beszéljünk először, hiszen az új év első napjaiban látott napvilágot az a jogszabály is, és hatályba lépett, amely az élelmiszerpazarlást hivatott csökkenteni. A jogszabály szerint a nagyobb áruházaknak minden olyan közeli lejáratú élelmiszert, amit saját csatornáikon keresztül nem tudnak hasznosítani, az élelmiszermentő központon keresztül kell a rászorulókhoz eljuttatni. Ez üdvözlendő, ez a jogszabály, viszont a tartalmáról kell, hogy beszéljünk, hiszen nyilvánvaló, hogy számtalan külföldi érdekeltség van, és ez mindenkinek új. Hogy kell ezt értelmeznünk? Hogy lehet ezt bevezetni? Hogyan lehet betartatni ezeket a szabályokat? Mindenképpen üdvözlendő maga a törvény, az intézkedés, még akkor is, hogyha sokan alaptalanul támadják. Ezt a jogszabályt maguk a multinacionális kiskereskedelmi áruházláncok is, mint érintettek, tudomásul veszik, hiszen ez nyugaton bevett gyakorlat. Legtöbb helyen. Hiszen azok a kutatások is nyugat-európai országokba indultak el, amelyek meghatározták az élelmiszerpazarlásnak a mértékét. Nyugat-Európában végeztek egy ilyen kísérletet évekkel ezelőtt, hogy 265 családnál nézték egy éven keresztül, hogy mit fogyaszt, mit dob ki, mit pazarol idézőjelben, és kiderült, hogy 265 kg élelmiszer kerül a szemétbe, illetve hát kidobásra. Borzasztó nagy mennyiség. Csak példát mondok, hogy 44 kg kenyér van benne, pedig tudjuk, hogy Nyugat-Európában nagyon magas a kenyér ára. Na most egy magyar ember kevesebb, mint 44 kg kenyeret fogyaszt egy évben. Tehát ha megnézzük azt, hogy a megtermelt élelmiszerek közel egy harmada az valamilyen módon nem kerül a fogyasztó asztalára, vagy a fogyasztó asztaláról a szemétbe kerül, és beszélünk közben a klímaváltozásról, a mezőgazdasági termelésnek a klímaváltozást időnként helytelenül értelmező fokozódó hatásáról, akkor bizony azt kell mondani, hogy a legnagyobb klímavédelmi lehetőség is az élelmiszerpazarlás megszüntetésébe rejlik. Európai Unió szinten egy évben átlagban 173 kg élelmiszer kerül kidobásra. Ha megnézzük ezt a bizonyos élelmiszer felhasználási diagramot, akkor az azért a következőképpen mutatja, 53%-nyi a háztartásokban kerül hulladékként, 19% a élelmiszer feldolgozó üzemekbe kerül, hát nyilvánvaló más csatornákba. A különféle részek tekintetében, ha vizsgáljuk tovább, a horeca szektor az 12%-kal bír, a mezőgazdasági termelés során fennmaradó élelmiszerek, most tudjuk, ez színhibástól kezdve minden belefér, hát bármelyiket részletezni is tudjuk, Európai Unió a uborga körbületét is meghatározta, legyünk tárgyilagosak e tekintetben, az 11% és 5%-kal vannak az áruházláncok. Nyilvánvaló, hogy mivel én mennyiségi határt szabtam, az 5% az nem árbevételi és értékbeli határ, hiszen a legjobban feldolgozott és legdrágább élelmiszerek az áruházláncokban vannak értelemszerűen, tehát ott van már kicsomagolva egyéb plusz még olyan költségeket ráfordítva, ami akár a klímaváltozásba is szerepet tölt be. Tehát amikor ezt így megnézzük, hogy
átlag magyar 173 kg élelmiszert dob ki, akkor igenis nagyon fontos, hogy egyelőre a legkisebb szegmenset, ugye úgymond az áruházlánc, de talán a legértékesebb szegmens megfogásra kerüljön, hiszen ha most az élelmiszerpiramist más oldalról közelítjük meg, akkor legnagyobb erő abban van, ha megtakarítunk. Nyilvánvaló. És hogyha ezt megnézzük, a szülőket, nagyszülőket, megnézzük azokat a történelmi korszakokat, amikor hát nehezebb volt az élet, értékesebb volt az élelmiszer, ugye a fizetések arányába, a fizetések nagyobb százalékát is fordították az emberek élelmiszerre, hiszen enni azért akár soványak vagyunk, akár teltebbek, hát csak egy mennyiséget tudunk, és szerencsére ugye a fizetési lehetőségeink azért bővültek, hogy százalékos arányban már élelmiszerre, ugye kevesebb fordítunk, ezért is van a pazarlás ilyen formában. Elő kell venni ezeket a régi technikákat, amiben hát a maradékot nem kidobjuk, hanem valamilyen módon felhasználjuk. Tehát a legszélesebb körű az nyilvánvaló a takarékosság és az élelmiszer pazarlásnak ilyen tém való megszüntetése. A másik a karitatív célra való. Igen, a mentőcsomagként lehet majd felhasználni. Így van, így van a lejárt, és mindjárt visszatérek rá élelmiszerek tekintetében, amelyiknek még a fogyaszthatósága megvan. A következő a társ állatok és állati takarmányozásra való felhasználás az ilyen élelmiszereknek. A utolsó előtti pedig természetesen ipari célú felhasználása. Megyében is van olyan biogázüzem, ahol ott bontogatták az emberek az acskókból a lejárt élelmiszereket, különféle szalámikat, egyebeket, és ment a biogázüzembe. Ez már egy ipari felhasználása, és hát ez nyilvánvaló szűkülő, mert nem ez lenne a cél. És hát természetesen komposztálási lehetőségek, és hát legvégül a megsemmisítés és a úgymond a teljes kidobása. Na most ennek a második szegmensét vette górcső ele a kormányzat, és ezzel a törvénnyel gyakorlatilag élelmiszermentő központ non-profit KFT-t hozott létre, és a törvény értelmében 48 órával a lejáró élelmiszereket fel kell ajánlani ennek a központnak, vagy pedig ugye az élelmiszer takarékossági és vagy mentési terv alapján hát a saját maga is dönthet az áruházlánc, hogy kiket támogatja bejelentére, akkor is be kell, hogy ne legyenek párhuzamosságok ilyetén való módon, és nem az a cél, hogy az áruházlánctól el legyen véve ez a lehetőség, hogy ő ezt még az utolsó percekbe csökkentett áron eladhassa, hanem hogy ne kerüljön ki, úgymond a szemétbe, hiszen tudjuk, hogy a szavatossági idő, az például különféle termékeknél azért másképp mutatkozik. Tehát az élelmiszerre felhasználható megfogalmazás, vagy fogyasztható X időpontig, az azt jelenti, hogy valóban az egy ilyen lejárati idő. De eltartható tésztaféléknél egyébnél, az nem ezt jelenti, az utána még felhasználható, legfeljebb addig mindenféle aromaanyagát, ízanyagát kiválóan megőrzi. Utána meg eshetőleges, igen, hogy mindent változatlanul megőrzött, de ha valami 98%-os egy lejárót után, még otthon is azt azért fel lehet nyilvánvaló használni. Nem vonatkozik ez a megállapítás azokra az élelmiszerekre, amelyek 48 órán belüli lejárattal bírnak, hát nyilvánvaló ezeket már rögtön akkor lehetne vinni ilyen értelemben elajándékozni. Ezzel értelemszerűen nem egy újraelosztást nyit meg a kormányzat, hanem azoknak a karitatív szervezetnek az ellátását is biztosítja, ahol ezek az emberek rászorulnak, és nem a rászorultság csak itt a mérvadó, mert azt azért venni is meg lehet, hanem az élelmiszer pazarlásnak a csökkentése, ne adj Isten végső soron megszüntetése, tudjuk, hogy ez így soha nem fog megvalósulni, de törekednünk mindenképpen kell rá. Úgyhogy én csak azt tudom mondani minden egyes tévénézőnek is, és bárkinek, akiről e témába beszélgetek, hogy amikor egy állat egész életét áldozza föl arra, hogy
húsával nagyon kényelmes, jó étrendet és kellemes érzést biztosítson számunkra, akkor tiszteljük meg ezt az életet azzal, hogy igyekezzünk annyit fogyasztani, annyit vásárolni belőle, annyit megfőzni belőle, amit jó ízűen, nagy-nagy örömmel elfogyasztunk, és az állatot, az életet magát tisztelve is ne dobjuk ki. Ne dobjuk ki, hanem takarékoskodjunk, mert ez a nagy biológiai körforgás azért predesztinál bennünket, mint embereket, akik a fogyasztólánc csúcsán vagyunk, hogy tiszteljük mindazon élő szervezeteket, amik a, úgy tetszik, a törzsfejlődés vagy az isteni teremtésbe alánk kerültek. Azt hiszem, hogy ez egy jó zárszó. Tehát mindenképpen fontos számunkra ez a törvény, és bízunk benne, hogy mindenki betartja. Azt hiszem, hogy ennek semmiféle akadálya nincsen. Nos, hát akkor folytassuk a többi jogszabályváltozással, hiszen januárban életbe lépett a gazdaságátadási törvény, amelynek köszönhetően az idősebb termelők egyszerűbben átadhatják a stafétát a következő generációnak. Ez elsősorban adminisztrációs terhet vesz le a gazdákról, de melyek az alapvetései? Azt kell mondanom, egy kicsit kiegészítve, hogy anyagi terheket is levesz. A bürokratikus terheket mindenképpen, de anyagi terheket is levesz, mert eddig Európa más országaival, nem ellentétesen, de némelyik országgal már ezt megvalósította, bizony az őstermelők és az egyéni vállalkozók vonatkozásába a gazdaság átadás nagyon nehézkesen történt meg. Hiszen egy őstermelőnek ott voltak a földterületei, a földterületeket ki kellett függeszteni, bár később ugye jött a jogszabály, hogy a rokoni kapcsolatokat figyelembe véve közvetlen hozzátartozó az kifüggesztés nélkül is megörökölheti, de tudjuk jól, hogy vannak olyan esetek, amikor egy gazdaságot egybe célszerű átadni, és nem úgy, hogy a földje majd külön kerül az istálló, megint külön kerül az állatokat, vagy megtartja valaki, vagy vágóhídra küldi. Hát ez nemzetgazdasági szinten is nagyon nagy gondokat vet fel, és hát nem a vagyon gyarapítja. Ezért az Agrárgazdasági Kamara, a MAGOSZ is már évekkel ezelőtt elkezdte azt a folyamatot, mint ami ugye az adó vonatkozásában tavaly előtt megvalósult, és tavaly bevezetésre is került, hogy a gazdaság átadási törvény ebbe a ciklusba megvalósítsa. Azt kell mondanom nagy örömmel, hogy sikerült. Sikerült, hiszen most az őstermelő és a mezőgazdasági vállalkozó a rokoni kapcsolatokat is figyelembe véve, de más kapcsolatot is, gyakorlatilag a gazdaságát a gazdaság átadási szerződésbe át tudja adni. És ez nagyon széles körű. De először nézzük meg azt, hogy ki adhatja át. Az adhatja át, aki igazából annak a földeknek tulajdonosa vagy használója, és legalább használója 10 éven keresztül, és ebből árbevételi származott. Tehát nem olyan dologról van szó, hogy azonnal megveszek valamit és átadom, tehát ugye a jogszabály azért körültekintően vizsgálta meg azt, hogy a ügyeskedések, hogy így fogalmazzak, azok ne legyenek részei ennek a gazdaság átadásnak. Átvevő lehet az, aki 3 éve mondjuk ott haszonbérletbe volt ezen a területen, 7 éven keresztül munkavállalója vagy munkavégzése irányuló jogviszonya volt az átadóval. És természetesen mindenek fölött áll a rokoni kapcsolati háló. Tehát a rokoni kapcsolati háló, én most ugye sok mozaik család miatt nem akarok belemenni a fogadott gyerek, nem fogadott egyéb körülménybe, ez a jogszabály nagyon szépen lerögzíti, tehát mindenképpen a rokoni
folyamat, sorozat az gyakorlatilag lényegesen előnyt élvez, és mindenek fölött áll. Ami na fontos, most, hogy a haszonbérleti jogviszony és a hatósági engedélyek is ugyanezen a jogszabályon belül létezik. Igen, de ez egy különálló jogszabály ilyen értelemben, mert ugye megkülönböztet a jogszabály négyféle szerződési lehetőséget, ilyen, hogy gazdaság átadási adásvételi, hát aki jogviszonyban volt és nem rokoni viszonyban, nyilvánvaló, ott egy adásvételről van szó, gazdaság átadási gyakorlatilag ajándékozási szerződés, hát nyilvánvaló, hogy gyerek, meg szülő, meg egyéb közötti lehetőségek is ebbe benne rejlenek, eltartási, tehát gazdaságát, eltartási szerződés, gazdaságátadási életjáradék szerződés, ezek mind megvalósíthatók úgy, hogy a gazdaság átadó ne kisemmizve legyen, hanem jövedelme származzon mind abból a munkából, amit élete során megtermelt. Tehát a haszonvételi jogon kívül, ami a eladónak továbbra is megmarad, mindenféle egyéb jogosultságát meg kell szüntetni. Tehát a tevékenységi köröket, új vállalkozást nem nyithat, stb. Stb. Pont azért, hogy ő átadja ezt a tevékenységét. Most nem akarok én nagyon mélyen belemenni ebbe a jogszabályba, hiszen az az egész műsoridőt átölelni. Részletesen, pontosan és nagyon jól megvan fogalmazva és definiálva van ez a kör, és lehet olyan is, hogy közös használat, ezt még befejezésül el kell mondanom, ez azt jelenti, hogy közösen szerzik, tehát átadó, átvevő irányítják a vállalkozást, és ezt követően, tehát az őstermelő, vagy egyéni vállalkozóit, és amikor a utolsó napon átadta, onnan a szakigazgatási szervezetnek van 60 napja, hogy jóvá hagyja ezt a megállapodást, de minden előző esetben is. Viszont hát ugye ebbe a évvégi törvény csomagba volt, amit szerkesztő úr is említette, egy olyan törvény, hogy a mezőgazdasági szakigazgatási szervnek a kifüggesztéseket, tehát a föld eladási és haszonbérleti szerződéseket előzetesen vizsgálni kell. Tehát megpróbálja a jogszabály megszüntetni azt a anomáliát, amire Fejér megyébe is volt példa, hogy például rájelentkezett valaki a földre, majd pedig elutasításra került, annak ellenére, hogy a jogszabályi háttere megvolt, hiszen állattenyésztő, stb., mert ügyvéd előtt a rájelentkezéssel kapcsolatban a alaki hiba történt a tanúknak a aláírása kapcsán és az ott leírt adatok vonatkozásába. Most az más kérdés, etikailag ezt nem vizsgálom, hogy az ügyvéd ugyanúgy megkapta a járandóságát, de ez most nem kérdés, hanem az a tény, hogy akkor nem kell ezt a procedúrát megcsinálni. Tehát amikor egy ilyen jogaktus keletkezik, akkor a mezőgazdasági szakigazgatási szerv a földhivatal előtte megvizsgálja, és hogyha alakilag rendbe találta, ha mondjuk a bérbevevő vagy a vételi szándékot meghatározónak megvan a lehetősége, mert 300 hektár fölött is, stb., tehát nem akarom a jogszabályt itt sorolni, tehát van valóban joga, akkor engedélyezi, hogy a hagyományos módon, ugye innentől kezdve a jogszabály változatlan, a jegyző kifüggessze, és megfelelő módon arra rájelentkezzenek, vagy nem. Ez nem engedélyezést jelent, hogy jóvá hagyta ezt a szerződést, hanem azt jelenti, hogy alakilag, formailag ez megfelel annak, hogy kifüggesztésre kerüljön, és ne utólag, ugye a sok-sok nap eltelte után kerüljön sor ennek a visszavonására. Még egy nagyon fontos dolog van, hogyha a ár vonatkozásába a bérleti jog tekintetében, tehát a földbérlet irreálisan magas,
Az irreálisan magas azt jelenti, hogy a helybe szokásostól eltér, és a helybe szokásos általában az aranykoronához mérhető, akkor eleve megtagadhatja a kifüggesztést. Sőt, mi több, ez a jogszabály még arra is vonatkozik, hogy a későbbiekbe, ahol nem családon belül van, ahol nem a földterület a saját vállalkozásba kerül használatra, ott átutalással, vagy pedig természetesen kézzelfogható postai utalványon kell átutalni a bérleti díjat, megkerülve azt, hogy ugye magas bérleti díjat tesznek ki, hogy más ne jelentkezzen rá, és utána hát ez a valóságban egy kicsit eltompul, eltorzul, nem akarok én most kiskapuk sorozatát mondani, akár az osztatlan közös vonatkozásában is van ilyen, amit a törvénycsomag lezárt, hiszen pont az a cél, hogy a gazdálkodó, a gazda maga kaphassa meg azt a földet, amelyikből él, amelyiket használ, amelyiket ő is és utódai számára is fenntart. Ez üdvözlendő mindenképpen, mint ahogy az is fontos változás, és erről most csak röviden tudunk beszélni, hogy egy hangsúlyos elem, hogy az adásvételi szerződéseket most már a földhivatal kifüggesztés előtt megvizsgálja, és ugyanez vonatkozik a haszonbérleti szerződésekre is. Azt hiszem, hogy ezért megint egy előrelépés. Igen, ez mindenképpen, ahogy előzőekben említettem, ez az a procedúra, ami alapján nyilván, hogy gyorsítani lehet bizonyos értelemben az ügyintézést azáltal, hogy a későbbiekben nem kell ebbe hát tevőlegesen nagyobb szerepet betölteni, és utólag a szakigazgatási hivatalnak. Ami még nagyon lényeges, hogy amennyiben falugazdász, de gazda is, lát irreálisan kifüggesztett magas bérleti díjat, mondjuk az önkormányzatnál valamilyen oknál fogva átcsúszott úgymond a szakigazgatási hivatalon, akkor nyugodtan felszólalással élhet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara felé. A nyár elejétől, július 1-től gyakorlatilag a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarának egyrészt jelzési joga van a szakigazgatási szervezet felé, de még perjoga is abban, hogy megtámadja ezt a kifüggesztést. Tehát részletesen és alaposan a gazdák érdekében körül van ez a jogszabály bástyázva arról, hogy ne a mesterkedő, a jogszabályi hézagokat esetleg kihasználó kerüljön előnybe. De ugyanez vonatkozik, ha már a törvénycsomagról beszélünk, az osztatlan közös vonatkozásába is, amíg ugye valaki bejelentkezett egy osztatlan közösbe, és már is bőséggel kivásárolhatta a többit. Most ez időszakhoz van kötve, több mint 3 évhez, hogy ott tulajdonos társnak kell lenni, de hogy az osztatlan közös újra ne keletkezzen, ezért az örökösödési jogszabály vonatkozásába az osztatlan közös nem darabolódhat tovább. Ha érdekes, akkor el tudom mondani ennek a megoldási módjait, hiszen erre gyakorlatilag nagyon pontos megfogalmazások vannak. Tehát az első variáció az, hogy osztályos egyességet kötnek az örökösök, és egy valaki örököli azt az osztatlan közösbe levő földterületet, amit az örökhagyó meghagyott. Második variáció, hogy az osztatlan közös felszámolásának törvényi lehetőségeit figyelembe véve állapodnak meg a örökösök az osztatlan közös felszámolásánál, mindezt nyilvánvalóan a hagyatéki tárgyaláson közjegyző előtt kell kinyilatkozni, vagy ha nem tudnak megegyezni, és a örökösökre ráírásra kerül egyetemlegesen az osztatlan közös, akkor nyilatkozniuk kell, hogy 5 éven belül vagy az előző 2 vonatkozásába hát megegyeznek, vagy pedig értelemszerűen bármikor felajánlhatják megvételre az államnak is, de semmiképpen egyesség útján sem
jöhet létre újabb osztatlan közös tulajdon darabolva. Nyilván, hogy az osztatlan közös megfelszámolása során ott van a lehetőség, hogy önálló helyrajzi számokat alakítsanak ki a birtokhatárok figyelembevételével. Ott van a lehetőség, hogy egymásnak összegszerűen megválthassák, felajánlhassák a vételi szándékot. Ha azonos vételár van, akkor a legidősebb örökös kaphatja meg. Tehát nagyon szépen, ugyancsak körülírtan rendelkezik a jogszabály ezeknek a megoldásáról, és így biztosítva vagyunk arról, hogy a osztatlan közös nem darabolódik tovább, hanem szép, lassan az idők során megszűnik azon kívül is, hogy az osztatlan közös felszámolására ugye jogszabály van, aminek most már elég sok érintettje, és elkezdett ebbe a pandémia ellenére mozgolódni, az ügyvédek mind jobban áttekintik ennek a felszámolásának a lehetőségét, és élnek is azzal, hogy az osztatlan közös kikerüljön rövid-hosszú távon, ha így fogalmazok, vagy közép-hosszú távon a mezőgazdasági nyilvántartási rendszerből. És ez így van rendjén, azt hiszem, hogy ez mind-mind előremutató jogszabály, amelyről itt beszéltünk, és köszönöm szépen, hogy rávilágított az alapvetésekre, azokra, amelyek fontosak minden egyes gazdának, aki ilyen helyzetbe kerül. Köszönöm szépen, hogy megtisztelt. Köszönöm szépen a meghívást. Kedves nézőink, az Agrárinfót látták, vendégem Zászlós Tibor volt, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra!